Önök a médiás.com összművészeti hírmondót látják. Abban a komédiás kávéházban ülök, ahova a legtöbb művész egyszer biztosan betér. Ebéd, süti, kávé, újság. Beszélgető társaim azok az alkotók, akik a hazai kultúra teremtői és szereplői. A médiás.com a komédiásban. A Magyar Napló kiadó 15-ször jelenteti meg az év verseinek antológiáját. Ez azt jelenti, hogy az emberek szívesen olvassák ezt az antológiát, és a megjelenésnek van háttere, van olvasóközönsége a könyvnek. Igen, valóban bátran mondhatjuk, hogy a Magyar Napló kiadó egyik siker kiadványáról van szó. Tapasztalatunk szerint egyre többen veszik az évek során, sikerült beültetni a köztudatba ezt a kiadványt. Emlékszem, hogy annak idején, 10-12 évvel ezelőtt fölmerült belső körökben, hogy esetleg megszűnik ez a kötet, nehezen indult, az első 1-2 év nehéz volt, de Olá János kiadóvezető főszerkesztő úgy vélte, hogy 2-3 év után abba hagyni valamit a legnagyobb kudarc, túl kell esni a holdponton, és ez sikerült is, mert valóban most már tényleg nagyon, nagyon közkedvelt ez a könyv, az emberek várják, minden évben számítanak rá, és bizony a költők szemében is egyre rangosabb ez a dolog, ezt abból tudjuk lemérni, hogy egyre többen szeretnének bekerülni, egyre többen követelnek maguknak helyet ebben a kötetben. Nagyon nagy felelősség kiválasztani azokat a költőket, akik itt megjelennek, hiszen Magyarországon szerencsére nagyon sok olyan költő létezik, akiket ismerünk és kedvelünk. Igen, szokták mondani, hogy Magyarországon a legnagyobb az egy főre eső költők száma, vagy az egy négyzetkilométeren található költők száma. Az biztos, hogy több száz költő pályázik a kötetbe. Sajnos az a rossz hír, hogy mindössze 103 férőhely van ebben az antológiában. Ezt azzal tudom indokolni, hogy a borítón összesen 103 fényképnek van hely. A 104. kép, a 104. kép az már bizony a vonalkód helye, úgyhogy egy valamire való könyvesbolti forgalomba kerülő könyvnek kell vonalkód, hát itt a 104. fénykép helyén az ár és a vonalkód látható, tehát 103 a felső határ. Tavaly szerkesztettem először, tavaly első ízben szerkesztettem ezt az antológiát, előttem voltak nagynevű kiváló elődök, Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, ha jól emlékszem, 6 éven keresztül szerkesztette a könyvet. Amikor ő 2010-ben az Írószövetség elnöke lett, akkor mások vették át. Én tavaly kezdtem, ez most a második évem. Tavaly is kitöltöttem ezt a 103-as keretet, és idén is sikerült. Mondom, nem volt könnyű dolgom, mert számításaim szerint legalább 150-en szerettek volna bekerülni, és még legalább 50 embert tudok, akinek elvileg lehetne benne helye. Hogy készül egy ilyen antológia? Az ember leül, megnézi, hogy kik azok, akik Magyarországon költők, és kitalálja, vagy van valamilyen módszer erre, keresele valahol, nyilván elolvasol újságokat, folyóiratokat, megjelent köteteket. Nagyon sok munka. Valóban a könyv alapkoncepciója, hogy az előző évben folyóiratokban megjelent termésből válogat. Tehát én most jelenleg a 2016-os kötet elkészítéséhez a 2015 folyamán megjelent folyóiratokat néztem át, és nem úgy, hogy 2016. január 1-én magam elé veszem az előző évben megjelent összes több száz folyóiratot, hanem én ezt már a tavalyi év során elkezdtem, figyelemmel kísértem, tehát hónapról hónapra feldolgoztam a folyóiratok termését, ha valamit esélyesnek láttam, azt félreraktam, tehát januárban, idén januárban gyakorlatilag már csak összeraktam a könyvet, az anyag 80-90%-a már összegyűlt az elmúlt év során. Ez egy új módszer, az az igazság, hogy az előző 14 évben inkább rohammunkában készült az antológia, tehát az év elején a boldog szerkesztők írtak egy körlevelet az esélyes szerzőknek, hogy gyorsan küldjenek megjelent verseket a folyóiratokból, és akkor rájuk zúdult több száz, több ezer vers, és abból válogattak rohammunkában. Én ezt kicsit tudatosabban, átgondoltabban csinálom. Egyébként pedig, hát mondom, a
a kör valamelyest már kialakult, tehát nem arról van szó, hogy nekem most semmiből kell eldöntenem, hogy ki az a 103 költő, aki helyet kap. 15 év alatt már kialakult egy törzsközönség, egy törzsgárda, tehát lehet tudni, hogy kik azok a kihagyhatatlan szerzők, akik rangjuknál, teljesítményüknél fogva méltán helyet érdemelnek egy ilyen kötetben, és természetesen minden évben vannak új nevek, sajnos vannak, akik meghalnak, és akkor ők ugye már a következő évben nem szerepelnek. Ez most egy gyászos év az idei, mert 8 név lesz gyászkeretben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt év során 8 költőtársunk halt meg. Ez szokatlanul sok. A tavalyi kötetben 2 voltak holtak, most 8. Sajnos előregedett az írótársadalom, a költőtársadalom, úgyhogy ez sajnos tükrözi a korösszetételt, a korfát. Mindazonáltal arra is törekszem, hogy legyen egy kis mozgás, hiszen nagyon unalmas lenne ez az antológia, ha minden évben ugyanaz a 103 ember szerepelne. Úgy gondolom, hogy az a természetes cserélődés, ha 15-20 új név jelenik meg minden évben, tehát egy olyan 15, mondjuk egy olyan 20%-os mozgást tartok ideálisnak, és ezt most én teljesítettem is. Vannak a kötetben új nevek, akik még soha nem szerepeltek a 15 év során, és az az érdekes, hogy ők nem is feltétlenül 20 éves kezdő, pályakezdő költők, hanem 40-es éveiben járó, meglett középkorosztályhoz tartozó költők, akik valahogy az elmúlt 15 év során nem kerültek be, pedig nagyon jó költők, és megérdemlik. Úgyhogy próbálom kicsit egészségesen mozgatni az arányokat, a gárdát egy picit egészségesen cserélgetni. Én azt gondolom, hogy azért akkor is egy rettentesen nagy felelősség kiválasztani azt a verset, és nyilvánvalóan nagyon kell ismerni a költők életművét, és azt, hogy és egyáltalán a költészetet ahhoz, hogy az ember megítélhesse, hiszen ez egy szubjektív dolog, hogy az egy jó vers, vagy nem jó vers. Te milyen szempontokat tehát mik azok a standard dolgok, amiket te mindenképpen figyelembe veszel, amikor eldöntöd, hogy melyik vers kerül be? Mert ugye a költőnek, aki bekerül egyébként minden évben, annak is abban az évben rengeteg verse van, ki kell választani egyet. Ugye az embernek egy idő alatt kialakul egy természetes érzéke. Nyilván szubjektív műfaj a versolvasás. Az egyik szerkesztő ezt gondolja egy versről, egy másik szerkesztő ugyanarról a versről mást gondol. Mindig van benne egy szubjektív tényező. Mindazonáltal a szép irodalom, a költészet egy szakma is, egy tudomány is. Ennek vannak szabályai, vannak pontos paraméterei, tehát akármilyen szubjektív is egy költemény, mesterségileg meg lehet ítélni hitelesen, tudatosan, kisebb-nagyobb tévedési hiba százalékkal pontosan meg lehet ítélni egy versről, hogy az mesterségileg rendben van-e, vagy nincs. Tehát az embernek van egy kialakult mesterségbeli szimata, ez az egyik. A másik, hogy igyekszem a lehető legtisztességesebben, elfogulatlanabbul szerkeszteni ezt a könyvet. Tehát semmiféle mutizás, korrupció, semmi ilyen nincs a háttérben, ezt a legőszintébben mondhatom. Tehát kedvesem költő, és ő testközelből figyelte szó szerint, hogy hogyan zajlik ez a munka, és tudja azt, hogy milyen sok harc, vívódás, mérlegelés, töprengés van emögött. Nem haveri alapon osztogatom szét a férőhelyeket. Nagyon sok folyóirat van Magyarországon, ezeket nekem végig kell olvasnom, ezt én tisztességesen meg is tettem. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez egy kiváló szabad egyetem számomra. Azt is szoktam mondani, hogy bátran állíthatom, hogy az elmúlt év során én olvastam a legtöbb folyóiratot Magyarországon. Tényleg egy rálátást kapok arra, hogy milyen is a kortárs költészet. Tehát végtelenül élvezem ezt a munkát. Amúgy is ilyen a lelki beállítottságom, hogy szeretek statisztikákat készíteni, gyűjtögetni, szeretek rendezgetni. Nagyon-nagyon kedvelem ezt. Tehát egyszerűen kialakul egy kép bennem, és persze, hogy egy költőnek megjelenik egy évben 8-10-20 verse folyóiratokban, de hát ez egy kiváló szórakozás is, hogy magam elé veszem ezeket a verseket, és kiválasztom azt a 3-4-5 verset, ami szerintem a legerősebb, legmaradandóbb. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy önző módon a saját szórakozásomra szerkeztem az antológiát, és rengeteget tanulok belőle.
őrületesen nagy bizalom a költőtársadalom részéről, hogy a kezedbe teszik ennek a kötetnek az elkészítését, és elfogadják, amikor kezükbe veszik a frissen nyomtatott könyvet. Mikor jelenik meg ez a könyv? Azért mosolygok, mert ez nincs mindenki részéről így. Tehát mondom, mondjuk 200-an szeretnének bekerülni a könyvbe, és 103-an kerülhetnek be. Tehát szoktam volt mondani viccesen, hogy nekem most van 103 jó barátom, és van több száz halálos ellenségem, tehát nem feltétlenül mindenki lelkesedik annyira Zsille Gábor iránt. De hát azért mondom mindenki megnyugtatására, hogy tisztességes módon szerkeztem az antológiát, nem férhet be mindenki minden évben, tehát aki most kimaradt és halálra sértődött, az jövőre esetleg vigasztalódhat. Mi volt az eredeti kérdés? Mikor jelenik meg az új antológia? No igen, ez úgy szokott lenni, hogy a versmaraton, ugye a költészet napján tartatik április 11-én, ez most egy hétfői napra esik, és a nyomda mindig bravúrosan teljesíti azt a feladatot, hogy a költészet napjára megjelenik néhány tucat példány a kötetből. Tehát ugye arra szoktunk mindig kínosan ügyelni, hogy a költészet napjára már mondjuk 100-200 példány hozzáférhető legyen, hogy a tisztelt költők megkapják a tisztelet példányukat, és az érdeklődő közönség a költészet napja rendezvényein már hozzájuthasson. Tehát a könyv mondhatjuk, hogy az utolsó percben készül el mindig, de évről évre üzembiztosan elkészül. Jelenleg a nyomdában van, hát 3-4 napon belül megjelenik.